Jó reggelt kívánok! A körzeti híradó első kiadását sugározzuk Pécsről. Várhatóan szerepel Dél-Dunántúl a 10 éves útfelújítási tervben, mondta Manninger Jenő államtitkár Baján, miután bejárta a rossz állapotban lévő Dunaföldvári hidat, a leendő Szekszárdi híd területét, valamint a Bajai híd építkezését. A terepszemle során az államtitkár megállapította, a hídprogramot helyesen kezdték a Bajai Duna híd korszerűsítésével. Elképesztőnek tartja viszont a Dunaföldvári híd állapotát, amelynek felújítása csak jövő év elején indulhat meg. A leendő új Szekszárdi híd tenderét tavasszal írják ki, így az építkezés a terveknek megfelelően 2001 végéig befejeződhet. A Bajai hídhoz kapcsolódó elkerülő útszakasz folytatása az államtitkár szerint még az idén megindulhat, de csak a vasúti átjáróig, az 51-es és az 54-es főutak csomópontjáig terjedhetnek a munkálatok, egyelőre többre nincs pénz. A 600 milliárdos 10 éves útfejlesztési programban azonban szerepel a Dél-Dunántúli folyosó megépítése. Általában az eddig elkészített tanulmányok azt javasolják, hogy a hatos út egy új nyomvonalon a hatos út mellett épüljön meg, de természetesen ez nem dőlt el, tehát elvileg szakmában felvetődik az a kérdés is, ugye, hogy a hetes autópályától Pécs felé épüljön ki az új közlekedési folyosó. Ez, én azt gondolom, hogy hamarosan el fog dőlni, és pillanatnyilag a mi fejlesztési koncepciónkban a hatos út melletti új nyomvonal, illetve a meglévő útnak a felhasználásával, a települések mellett elkerülő utak építésével veszük figyelembe ennek az útnak az építését. Az államtitkár a déli autópálya megépítésére egyelőre nem lát esélyt. Közös kulturális és idegenforgalmi programok szervezéséről döntöttek eszéken a Duna-Dráva-Száva euroregionális együttműködés tagjai, de fontos az úthálózat fejlesztése is. Született egy olyan megerősítő állásfoglalás, amely ennek az úgynevezett 5 perc koridornak, amely mind a három országnak az érdekét alaposan képviseli, ennek az infrastruktúrális fejlesztéseinek, a közútfejlesztéseknek a összhangját szorgalmazza, és javasolja és kéri a nemzeti kormányokat, hogy gyorsítsák fel a kommunikációjukat, a tervezések összhangját, mert mindannyiunknak ez a közös érdek. Erről egy külön elnökségi állásfoglalás is született. Pont most született határozat, hogy nem igazán bővítik a hatos utat magyar oldalról. Most akkor mi mit tudunk tenni? Mi azt tudjuk tenni, hogy a nemzetközi partnereinkkel is együttműködve továbbra is szorgalmazzuk a magyar kormányzati szerveknél vagy döntéshozóknál a hatos út fejlesztésének a megfelelő súlyán és értékén való kezelését, hiszen ez nem csak nemzeti, hanem nemzetközi érdekek is fűződnek. Június 30-ával 88 embert elbocsátanak a Szigetvári Kórházból, ezért a dolgozók minél előbb szeretnék tudni, hogy kiket érint a létszámcsökkentés. Az intézkedést a kórház gazdaságosabb működtetésével megbízott csődbiztos rendelte el. Az egészségügyi intézmény több mint 200 millió forintos adósságot halmozott fel. A volt igazgatót az önkormányzat nemrégiben felmentette. Bármilyen fájdalmas is, az észszerűsítés nem lehetett tovább halogatni, mondta az ideiglenesen megbízott igazgató. Orvosokat és szakdolgozókat is érint a létszámleépítés, de Göbel Gyula szerint ezzel a lépéssel sem sérülhet a betegellátás. Inkább az a bizonytalanság zavaró, hogy még nem tudni személy szerint, kikről van szó. Minél előbb döntésre vinni a dolgot, hogy mindenki tudja, alkalmazkodjon és hát próbáljon szituációt teremteni saját magának. A katasztrofális helyzet kezelésével megbízott szakember elmondta, hónap végére a különböző osztályok vezetőivel egyeztetve elkészül a pontos lista, és azt szeretnék, ha az elbocsátott emberek a kórházból közvetlenül egy másik munkahelyre kerüljenek. Ezért már most felvették a kapcsolatot a munkaügyi központtal. Törvényi keretek betartása az ugye gyakorlatilag egy 112 napos határidőt szab, tehát ez alatt egyenként, személyenként tudnak az érintettekkel foglalkozni, és kínálnak nekik állás lehetőségeket, közmunka lehetőséget, támogatott állás lehetőségeket, vállalkozói elhelyezkedés támogatást, illetve adatosan átképzéseket támogatás, erre van idő. A létszám leépítés csupán az egyik eszköz a csődbiztos kezében. Már zajlik a teljes gazdálkodás felülvizsgálata, a gyógyszer felhasználástól kezdve a kihasználatlan kapacitásokon át, a 10 milliókat felemésztő rossz fűtési szerződésig.
Térségünkben derült az égbolt. A főutak és mellékutak burkolata száraz, jó látási viszonyok mellett közlekedhetnek a járművel haladók. Mecsekpihenő és Mánfa között a kapaszkodó sávot sziklaomlás miatt lezárták, 40 km/h sebességkorlátozás érvényes. A Hird-Szászvári, valamint az Orfűi összekötő úton a burkolat hibája miatt szintén sebességkorlátozás érvényes. A Kisbesztercei bekötő úton a híd károsodása miatt a hídon útszűkület és sebességkorlátozás van. Somogy közútjain csak a Simonfánál folyó útkarbantartás miatt van sebességkorlátozás és előzési tilalom. Tolna megyében a hatos út Kakasd és Bonyhád közötti szakaszán folytatódik a fakitermelés 60 és 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Bátaszék határában, illetve belterületén burkolat megerősítési és csomópont építési munkák miatt 40 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom érvényes. Az Országos Meteorológiai Szolgálat térségünkre érvényes előrejelzése szerint ma napos idő várható. Az északkeleti szél néha kissé megélénkül. A hőmérséklet kora délután eléri a 10 fokot. Végül nézzük, miről írnak a dél-dunántúli napilapok. Jajveszékelés és a mentőszirénák éles hangja rázta fel a taszári repülőtér csendjét tegnap délben. Egy C-130-as katonai szállítógép kényszerleszállás közben kigyulladt, és a 20 sebesült között 15 személy komoly sérülést szenvedett. Szerencsére a tragédiát csak szimulálták, ugyanis gyakorlatról volt szó. Tudósít az eseményről a Somogyi Hírlap. Idén csaknem 139 ezer jelentkezési lap érkezett be a március 1-i határidőre az egyetemekre, tudjuk meg a Dunántúli Naplóból. Az összesítésekből kiviláglik, továbbra is népszerű a Jánosz Pannonius Tudományegyetem és a Pécsi Orvostudományi Egyetem több kara, vannak azonban olyan szakok, amelyek iránt megcsappanni látszik az érdeklődés. Némi meglepetésre ezek között eddig divatosnak számító pályák is vannak. A Tolnai Népújság arról tudósít, hogy tegnap Szekszárdon a Német Színházban a szerző jelenlétében bemutatták Göncz Árpád Magyar Médea című darabját. Figyelemre méltó, hogy a tavalyi pécsi horvát nyelvű előadás után immár egy másik hazai nemzetiség nyelvén németül is játsszák a darabot. Legközelebb 8 órakor jelentkezünk itt a Szabadságtérben. Addig visszakapcsolunk Budapestre.